Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán! Keeper jelentkezik egy olyan videóval, amiben ezúttal nem lesz csatolmány. Viszont annyi munkánk van, mint a sár, gyerekek. Igen, a Challenger kellene majd a izéhez, a hordani a szemet. Ja, igen, egyébként az van most, ugye, hogy a srácok itt vannak. Gumihúgymot hozott a levegőbe. Összehajtva. Én már annak is örülök. Nem, ez a map nem fagy ki. Ki? Ez a map nem fagy ki, annyira szétcsesztem már. Egyébként ez tényleg így van. Ja, költözési kell, gyerekek. Na, igen, álljon meg az eső mindenképp. Nem tudom, mikor tudok aludni. Ez benne hány óránként tudok. Jól fut, semmi bajom, kis rögzelések vannak, de szerintem a szerver szinkron miatt csak. Na, hon van a házunk? Most meg egy házat is vettem, gyerekek. Hát verjük a lóvét rendesen. Veri az élet, veri happy. Na, aludjunk szerintem. Ja, ez hogy hány órát alszol? Ja, ja! Hát akkor aludjunk egy 13 órát. Azt hittem, hogy hány óráig, de akkor hülye volt a keeper. Nincs több hely, hogy apjú laklapok elhelyezése. Jó, gyerekek. Na, nézzük meg. Lehet aratni! Gyapjút! Please! Oké! Okay. Előtte adjuk el a gyapjút, bazza, mert bolondok házam. Jó. Ez fullon van! Öcsém, amire ez kiürül, hallod, lemegy a nap, gyerekek. Én megítatok gyors, oké. Okay. Basz a gyerekek, ez hallod? Hány liter? 25 ezer liter. Jézus úristen, hallod? Még hogy a birkából nem jön a pénz. Azt a betya. Egy raklappól nem is tudom meg. Jézus úr Isten. Borzalmasan sok gyerekek. Ez hatalmas pénzek vannak itt te. Egymásra kéne rakni két raklapot, azt akkor a fölsőt mindig kicsapja, tudod. Hallod, ez nagyon nagy pénzek. Kífer itten tévedett, amikor azt hitte, hogy nem. Ugye? Srácok. Ide felrakom. A rossz se vegye meg. Jó van, úgy látom, hogy ezt valamit csinál. Ezt levitte. Egy pifával kapkod össze gyorsan fölé. Egyébként, ja. Ez lehet, hogy jobb lenne. Indul meg, ifa! Gyerekek, ez eddig indul, úgyhogy nem én vagyok a béna, bocs. De egyébként, ja, az egy kicsit jobb ötlet. De úgy látom, nézik a videókat, vágják, hogy mi a stájsz itt. Vágják a srácok, mi a stájsz mi.
Juhú, jön a lóvé! Gyerekek, ez mennyi pénz lesz már megint te? De a francnak pörgetem az időt, hallod? Ja, nem fér föl több, Így egy kicsit jobban üríti, nem? Pénz az. Csak a platón mögül nem nagyon akarja üríteni, hanem kicsit idejét kell húzni. Hú, bazze. Jaj. Cseszik ürülni, na, végre. Nem akarom kikapni a kezéből, mert szegény megvadul. Mindjárt hozok még. Nem elég híg a gyapjú, lassabb folyik. De hogy igaz. És akkor a módpakkon nem is változtatnánk, hanem csak a izért, tudjátok, a kizárólag. Kizárólag a mapon. Több mint egy milla. Több mint egy milla bejött, gyerekek. De kurva sok viszkál. Amúgy igen. Nagyon durva. Kurva sok vicc kell az, hogy kettő raki, valahova egy jut csak. Elvileg egy jut valahova. Jó, aztán ezeket a félraklapokat meg eltüntetem a minden. Lehet, hogy ezt egybe lehet önteni, majd mindjárt megnézi a keeper. Cseszik rá egybe önteni. Cseszik. Jó, van, ez elviszi oda, oké. Jó, van, aztán valami lesz szám, gyerekek, most már oda alakul. Oké. Azt hagyjad a francba, te! Hagyhattad volna. Ez a mód, ez a number chip mód, ezt ajánlom mindenkinek azért. Tök jó, hogy lehet, hogy pakolgatni a dolgokat. Na, de viszont szerintem kéne aratnunk majd. Megnézem ezeket az állatokat, hogy mi a franc van vele. Szántástigé, azaz. Fű, széna, víz. Aha, hétszer. Tisztaság, fű, széna. Jó, meg szénát kell majd nekik. 16.000 liter, meg 8.000 még van, úgyhogy nem olyan rossz. Na, innen lekapjak egyet, azt mondod? Ha itt már van kettő, ugye volt a keeper, jó? Itt is van kettő. Hülyeséget csináltam. Hülyeséget csináltam. Ez jó. Oké.
Oké, okay, ott van. Ezek meg mehetnek oda előre, úgy, hogy tökéletes. Azt a kész, megvan oldva. Jó. Menjünk karatni? Menjünk karatni, most úgyse lesz idő pörgetve. És kacok, adjuk neki az aratásit. Oké. Okay. Let's go! Jó. Haladási, haladási, aratási. Figyeljetek, mindenkinek nem fog jutni combine, vagyis túl sok combine van, úgyhogy én indítani fogok meg. Már idejével is. Gépi melós. Gépi melós, kettő. És ketten aratnak, egy meg hordja majd, lehet, hogy én hordom, vagy nem tudom. Szalma nem kell, srácok, szalma nem kell. Szalmonella. Már egy kicsit én irébb szerelem, hogy nem vagy a... Nem vagy elhagyjon egy csikot, inkább lógjanak rá. Oké, zekem egy. És akkor... Mit akartam? Én meg hozok egy izét. Kellene egy... Ah, itt a Challenger, szuper. Egy jó gép. Basz. Jézus úristen, hallod? Az ideál 9 tej az meg már... Jó, jó tele van. Jaj, gyerekek, ez nem lesz ez nem lesz egyszerű, ezt kell hordani. Ezt lehet, hogy nem fogom győzni. És egyből a tyúkokhoz. Egyből a tyúkokhoz fog menni. Na gyerekek, adjuk neki. Az ideál 35%-on van a gépi melós, ugye? Vagy pedig nem, a Bálint van 37%-on. A Bálintot megy elől, úgyhogy akkor húzzunk bele, ezt ürítsünk minél hamarabb. Na hát azért itt így már megy a meló, így már megy a meló elég jól. Már 42%-on van Bálintunk. Jövök, jövök, üríthetsz is, testvérem. Mert ugye kell mennem máshova is, majd közlekedek erre, arra ér. Oké, Bálintot leürítjük, azt megyünk tovább. Bálint 27%, 23%, 20%, gyerekek, hogy pörögnek az események? Nézzétek, bal felső sorokban százalékok le is föl, mint az állat. Úgy, mehetünk, megyünk, a gépi munkás ideál 46%-on van, megyünk oda. Azt a betyár úristenét, gyerekek. Azt a betyár úristenét. Zeke 26%, hát így szépen sorba ürítem őket. Tetszik, tetszik, nagyon jó. Na, akkor most vagyunk a H betűs ideálnál, az 40%-on van. Jó. Papá, kicsit be is fékeztük, hogy bocsánatot kérek, nem baj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, indultunk is. Elég nehezen fordul. Ez a Verda.
hogy vannunk, hogy vagyunk. Igen, a CR 1090-es, jön, az van 58%-on. Oké. És utána jöhet Zeke. Jaj, nem jó. Na már. Ezek a dupla kerekek egy kicsit gátolják a haladását a kombájnnak. Dupla, tripla kerekek, bazze. A CR 39%-on. Jó. Ó, a franc essen bele. Zeke 52%-a, nagyon gyorsan menjünk, 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 menjünk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, met. Na, megküzdünk a föld alatti fákkal. De nem akar fordulni, nagyon szívás, ezt nem is volt érdemes így megfordítanom. Ez a gép, ez nem nagyon szereti ezeket a fordulókat. Szenvedés, szenvedés ezzel a géppel. Sajnos ide nem tudom, egy kamion vagy valami kellene, csak a Realmode-nak köszönhetően ugye semmi nem húz el semmit, a Challenger is szenved még ezzel a géppel is. Vagyis ezzel a pauttal is, de talán... Ezekkel menjünk, vagy 50%-on jó meg volt a telve, bazen. És mehetek Bálinthoz, mert ő meg már 60 valamennyien van. Úgyhogy 1000-re osonunk le oda mindjárt. Ezekkel 20%. Hoppa, 11%. Az ekében még maradt, na mindegy. Megyünk Bálinthoz, aki 76%-on van. Gyerekek, milyen hosszú föld ez, mint a vonatfüttyapám. Apám. Azért itt kell mókolni. Hát hallod, ezt nem tudod kiszolgálni ezeket. Négy darab kombányt kiszolgálni, az nem egyszerű. 83%-on van, csak az a baj, hogy ugye az ideál 9T, aki megy ott elől, az meg már megint 57%-on. Próbálom nem beléjük verni a kereket. Kiebb lóg, mint a paut, egy kicsit kellemetlen. Itt még mindig 50%, nagyon lassan ürít. 34%, 30, 28, 27, 26, 20, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hajrá! Juhu! Milyen dudó van ezen a helyzet? Dudálni akartam egyet, azt mondja, ne viccelj! Jó, az ideál. Kellene, de mondjuk az meg fordulni fog, úgyhogy... jaj, fordulni fog. Úgyhogy nem nagyon fogom tudni leüríteni. Mindegy, maximum megállítjuk. Hát, hogy meg is állítom, oké, okay. Álljon meg, álljon meg, álljon meg. Ó, de úgy állj meg legalább, hogy ürítsék közben, bazzát, hát megőrülök tőled. Állj meg testvérem. Nehogy megállj, komolyan mondom. Állj meg! Jó. Melyikön vagyunk? 74%, 37%, 33. Az a baj, közben utolérik egymást a srácok, én meg mindjárt megtellek, 95%-on vagyok. Jó, hát akkor pi lesz szerintem néhány emberkének, vagy nem tudom. Vagy a cross-t ki kell hozni.
Oké, ez van. Max az ideálban addig átülnek. Jó, hát ezt el kell vinnem. Rohadt gyorsan. Hát ezek így összeakadtak. Jó, várja. Az ideált odébb indítom. Megint a... Jaj, megint a föld alatti fák. Talán nem akadunk el benne. Jó, nem akadtunk el benne. Jó, kb. Zekével szembe. Nagyszerű. Jó. Kb. Ugye annyit fog. Remélem jól indítottam el. Aha, jó is. Ó, de jó szép lett. Oké. Jó. Ó, várjatok, nézzük. Bazán, hogy nem tudom kontrollálni ezt a sok eseményt. Egyébként. Zeke az a baj 70%-on van. Bálint 51-en. Ezek a problémák. Úgyhogy lehet, hogy kijelek én. Ezzel aztán jövök a izével. Jövök a crosszal. Nagyon gyorsan. Megpróbálom kontrollálni itt az eseményeket. Ha más nem Zekét, meg Bálintot. Úgyhogy lehet, hogy a cross fog érkezni. 43-ma kéne mennünk, gyerekek, és nézd meg, lefele megyünk, és 30-al tudjuk húzni, bazán. 30-al tudjuk húzni. Ez egy kicsit fájó pont nekem a Rea módda. 36-ta jó van. Mondjuk itt meg mindjárt fölfele fogunk jönni, és akkor... megint, ugye, már csak 27. Na nézzük, hogy állnak. Bálint 65-ön. Zeke 75-ön. Hát, kellene hoznom a cross gyerekek, úgyhogy a cross indulni fog. Muszáj neki. A gyors reagálású. Megyünk Zekéhez először. Indulj meg 80-nal! Gyerekek! Szaggatjuk a izét föl! Zekéhez először, utána Bálinthoz. Nagyon necces, nagyon necces. Hol van Zeke? Hú, de rohadt messze vagy. Mi történik? Megjöttem, testvérem. Nyomjad. Az a gond, hogy Balinthoz már nem értünk oda, mert ő 100%-on van. De úgy látom, hogy talán váltott kombányt. Nem biztos, nem. Gyorsan 15-14. 8, 7, 5, oké, átmegyünk erre a kombányra is, azt is leürítjük, aztán akkor valami lesz. Akkor már nem érdemes mászkálnom sokat, hát nagyon sokat nem tudok belőle üríteni, de azért valamennyit igen. Jó, most már két gérgéppel kéne elvinnem a búzát. Juhu! Ne, ez nem gyenge. Tikok megfulladnak. Tikok megfulladnak a kajába.
Megakadt a segítő, nem tudom újraindítani. Mindjárt megyek. Valaki behozza az atrakót? Mert egyből kikoknak. Follow módon esetleg be tudtam volna. Lépek szerintem. Oké. Köszönöm szépen a segítséget. Köszönöm szépen a segítséget, Balint, innen is egyébként, a videóból is. Szuper, szuper volt. Jó volt a szép estétnek, igen, igen. Na, valahol be kéne ezt öntenem, azt nem is nagyon kéne tökörész, nem? Bazer. Na, nézzük, mi a szituáció. Gál. Oh. Ciao, ciao. Szia! Bálint elhagyta a szervert. Hát esetleg tud valaki jönni, ahogy van. Ja, viszem ezt is. Mert a 4 kombány helperrel. Oké. Okay. Igazad van, testvérem. Akkor ugye csak ketten hordjuk. Jó ötlete van, jó ötlete volt a srácnak. Jó, indítom is a segítőt. Oké. Várjál, a másikokat is meg kellene néznem, kombájnokat ugye. Amik kim vannak, hogy esetleg van-e olyan, amelyik üres. Vagyis el tudom indítani. Oké. Ővel mi van? Hólagba mehet! Nem akarom kiordani akkor. Oké, akkor három kombány megy már segítővel. De jó, jó viszi is, mint az őrült. Nagyon jó. Akkor viszont itt nekünk van egy krozunk. Azt be is öntöttem az egészet. Az igen, gyerekek. Nem tudom mennyi... hát, figyeljetek. Igazából tök mindegy. Minden ólat maxra aztán. Talán elég is lesz, hogy ugratás. Lemegyek a zöldhöz, a John Deere-hez, és akkor azt is el tudom indítani. Ugye egyébként valamikor ilyen félsréjen megy, látom az a kombány is, de tök mindegy, az a lényeg, menjenek, menjenek. Aztán az lesz nekünk a tuti. Na, ugye egy kombány még nagyon nem megy, ez, mivel ő megtellett. És akkor figyelni kell a kombájnokat, hogy mindig szépen okosan menjenek körbe-körbe. Rájuk is nézek. F segítő. Megy, semmi gond, hogyha így csinálja, az se baj nekem. Ő. Ő meg megtellett. Ó, hogy arról sem nem ette meg, gyerekek. Úgyhogy akkor kell ide jönnöm, viszont erre. Őt elindítjuk mindjárt. Az nagyon durva egyébként. Ez nagyon durva, hogy ez így megy. Zeke 61%-on, ma jó van, öntögeti be. Mert a segítő. Viszont tudod a baj, hogy... Ez meg már majdnem fullon van. Odani, mit csinál a segítő, hallod? És te szerinted ez mi volt? Az igen, nem? Figyelted, hogy mit művelt? Hú, tesó! Ez valami nagyon-nagyon berészt a rajzot. He!
Álljál meg, légy szíves, vagy valami legyen veled. Szerintem, ugye egyenesen akarna menni tovább, szóval ez itt el van csezve, valahogy nem jó neki ez. Úgyhogy megindítjuk valahol mindjárt máshol. Mivel ugye jó megy ő, egyenesen vagy keresztbe tudna, de hát ez így neki annyira nem fekszik. Nekem már csak 15%-omban úgy látom, megy neki keményen a dolog. Ezt megindítom valahol. Tökéletes. Hát ez meg 76%-on van. Ez megint... Fú, gyerekek, nem lehet kontrollálni még itt se. 4 combine-t, még 2 ember se. Hát nyergesen lehetne. Jó nagy kapacitású félpótkocsikkal. Meg hogyha nem lenne realmód. Mert ugye hiába rakok egy nyergest, ha egyszer nincs, ami nem bírja elhúzni normálisan. Hát ez... Ez nagyon durva. Nagyon durván telnek a kombájnok. Nagyon durván telnek, egyébként tényleg brutál. Ugye a búza az meg ráadásul az egyik legnagyobb hozammal rendelkező. Lassulak a kihordócsigek, amúgy igen. De tényleg már, mint hogy tök lassan hordják ki, azt zarakodni kell, hogy nagyon sokat mellette kell állni. C-segítő magtára megtelt, ma megint megtelt egy. De lehet, hogy pont ez volt, hogy az Isten tudja már, nagyon durva. Ez a cross meg. Jó, ez nagyon veszélyes volt. Egy kicsi kormány mozdulat a múlott, hogy nem pusztudunk meg. Törtük ki az első kerekét a jézének, Challengernek. Jó, van, valahova burítsuk be. Gyerekek, tojás, az már megint annyi lesz, ezt mindig megetetem velük. Na mi a szituáció? Melyikben? Ebben még nincsen, akkor rakok ebbe. Valod, most mindet maxra rakja a srác, vagy hogy csinálja? Mert akkor azért nem lesz kis pálya. 25 000, 25 000, 25 000. Az igen. Az igen, lekezd ilyen ilyen. Ez nem lesz annyi egyébként szerintem, hogy mindet megtöltsük. De figyeljetek, mindegy, hogy most megtöltsük. Valószínűleg azt fogom csinálni, hogy lesz költözés, mert ugye volt az előző részben róla szó. Akkor mindenképp az lesz, hogy az összes elemózsiát megetetek mindennel. És akkor onnan folytatódna, ugye azt kivesszük ezt a pénzt. Na itt meg elakadtak a dolgozók, úgy látom. Oh, Istenem, mi van itt, Isten! Ezek meg úgy állnak épp, hogy egymásba öntözgetik itt a dolgokat. Na. Ugye, Keeper papa megindítja fölfelé. Mennyi testvérem, mennyi? Egyébként nem véletlenül nincs rendezett szárszórás, gondolom azt így észre is vettétek. Na, álljál meg már, te meg már kitolatsz a világba, stílusban nyomod. Az megint nem örül a Keeper. Hát ez nagyon durva egyébként. Jó, hát ezt mindent megethetem a csirkékkel, lesz annyi tojásom, mint az állat. Ez valószínűleg azt csináljuk tényleg, hogy az összeset megetetjük vele, hogyha költözésre kerülne sor.
Neked tök mindegy, hogy most melyiknek adod. Jó, persze, jó az, hogyha minden egyébe öntöd, de a végeredmény az csak ugyanaz. Na. Ezt le is kéne üríteni, azt akkor ez el tudna menni egy jó darabig. Jó, az átrakóval azért a srác, Zeke az fölvette versenyt. Velem. Abba azért jó, nem is tudom, 70-valahány ezer liter fér. Ebbe meg ugye sajnos csak 16 ezer liter talán. Hú, ezt megindítottam szembe a kettőt? Na, ezt mindjárt megnézem. Huszonkilenc, 28, 22, 13, 12, 6, 5, 4. Egy kicsit előbbre viszem azt, amikor átmegy rajtuk, már meg is lesz. Na, nézzük meg ezt a két járművet. Nem sok vil van vissza egyébként, ezt meg kell hagyni a srácok, hogy azért annyira túl sok nincs vissza. Ezt meg megindítjuk arra, fordul a végén, és ez végezni is fog ezzel a csücsökkel. Úgy van, srácok. Még van egy kombájnunk, amely szerintem bát, igen. Jó, akkor ezt is odébb rakjuk. Jó, a zeke nélkül egy kicsit meg lennék lőve. Ez elég gyorsan tudja nyomni a dolgokat. Jó, itt is van még egy csücsök, azt is még le kéne arattatni, csak az a baj, itt mindig beleakad a gép. Úgyhogy lehet, hogy itt a sarkot megcsinálom. Aztán akkor könnyebben tud fordulni. Pillanat. Hát igen, a legnagyobb föld a gyerekek birtokoljuk ezen a mapon. Bőven. Meg ugye, mert még szerintem talán ennél nagyobb, amelyiket ugye összeszántottuk. Meg hát szerintem a mapnak mondhatni majdnem a teljes egészét. Ha nem is teljes az egészét, nem, hát jó, nem mondom, hogy teljes az egészét, de ha nagyon akarnánk, megvehetnénk az összes földet, szerintem már tartunk ott bőven. Meg amit akartam mondani, hogy azért a nagyobb részeket, azokat birtokoljuk, ugye itt ezt így végig, ezt is, itt is ezt. Ezek kicsik, ezek semmit nem érnek. Jó, megy alakul a dolog. Zeke viszi, mennyi van Zekébe? Zeke fullon van, úgyhogy nekem is kéne valamit kezdenem magammal, mert bajok lesznek itt. Jó, ez a kombány meg tovább vissza allad. Ettől fog a ezért. Hogy faszt. Jó, én is felviszem, aztán most egyelőre nincsen olyan nagyon-nagyon vészes dolog. Átmegyek ezzel, valamit kezdek. Akár mennyi is van benne, azt leürítjük, azt megküldjük visszafele. Az meg végig tolat a John Deere. Komolyan mondom, egyébként ezért is lenne jó az elköltözés. Értelmesebb földek, leginkább az lenne nekem a tetszetős, hogy kicsit így más jellegű földeket találnánk. Csapjuk neki. Ez elég termelékeny voltunk ebbe a két részbe.
Jó, azt így indítom meg, és akkor ugye be tud csatlakozni. Oké, hát azért még itt van. Szerintem egy olyan kicsit több, mint felét azért learadtuk. Ezt meg megint szerintem itt tolat, úgyhogy ez baromra idegesítő. Hogy itten tolat egy hülye. Nem tolat, jó, szedi. Oké, semmi gond, akkor. Itt mi történik? Neki ment egy fának. Ja, hát ilyen apróságok azért elő tudnak fordulni gépi munkásnál, meg ugye tele van fával itt a széle, ezt ki kellene szedni, vagy valamit kellene csinálni vele. Sokszor olyan object van, amit nem is tudod, hogy miért problémázik, mi miatt. Na, forduli. Fölfele menjél szépen. Hát ez azért nem volt kevés munka. Még nem is végeztem bele, de ez tényleg, ez nagyon durva volt. Ezt azért learatni egyedül, meg elhordani, meg minden. Azért ez nem kis pálya. Oké, ezt csík meg lesz, hát itt azért még van meló, nézzük meg mit csinál. Ez megint elkezdett tolatni, akkor megvadulok. Nem, szépen aratja, jó. Ő, aratja? Aratja. Megint össze fognak érni, nem baj, majd szétrakjuk őket. És itt van még, hol van még egy kombájnunk? Ja, itt van még egy kombájnunk. Ez így mindig megakad szegély. Ezeket a kicsi részeket hagyom, esetleg majd a végén leszedem. Inkább állítsuk neki valami nagyobbnak, hogy azért valami menjen is. Még odébb kell pakolgatni őket sajnos. Valahogy úgy kellene elindítani, hogy annyira ne zavarja a visszatérő ágat majd, mert ugye lesz egy visszatérő ág, kb. Ennyit tudunk fogadni. Ez így jó lesz. Na, hol van ez a rohadt kroz? Oké. Ez a híd azért az nem annyira egyszerű. Ezek kitartó. Szegény Bálintotnak el kellett mennie. Hát akármi is történhet természetesen. Mindenkinek van élete. Hú, bazd. Na, hogy állunk, gyerekek? Hogy állunk? Melyikben nincs? Valószínű ott megy végig azon a soron, de hallod, meddig jutott te vajon? Lehet, hogy úgy kellett volna ugye, hogy elosztani azért, hogy minden egybe rakni. De figyeljetek, előbb-utóbb, tök mindegy, telerakom, már mindegy, mert úgyis, hogyha költözés előtt lesz, akkor kihasználjuk, kitoljatjuk az összeset. Befejezte a munkát a D-segítő, de hol? Na, meg mind van. Még 93%-on van olyan, nem nagyon van értelme rá neki küldeni. De azért valami lesz. És ez a kettő meg összeér. Igen, bele ürítem oda. Jó. Ez pont jó, ez nagyon ki volt számomra. Nem olyan, ja, nem az a lány vagyok, komolyan. Ez jó. Ó, hát ez sikerült elcsesznem. Szerintem egész jól lett a most a
Az időzítés, meg így az egész. Figyelj, az mehetne tovább. Az mehetne indulhatna arra, nem? Úgy gondolom, hogy ez így jó lenne. Ja, hát ez nem sikerült eltalálnom, úgyhogy az a csik majd ott marad. Vagyis azt majd le kell csapatnunk. Volt viszont itt egy kombány, ezt meg lehet, hogy leviszem oda. Hol vagy? Tesó. Zekébe még fér, úgyhogy mindjárt nem olyan lány leszek. Megint. Nyugalom, hosszú élet ritka, megjöttem. Aj. Aj! Ó, így van. Ez gyorsan megtelt, asszem. Ez gyorsan gyorsan megtöltöttük. Mert itt szegény. Én a meg a crosszal épp, hogy beértem. Na, oké. És akkor itt még történhetnének az események. Ez tényleg nem rossz. Most egy... meg vagyok elégedve vele. Igaz, hogy ilyen köztes csikok sajnos fognak maradni, amiket nem nagyon érdemes majd végig küldeni a kombány, de azért végig fogjuk természetesen. De ez van. Na, mi a szitu van ezen a végen, mi a helyzet? Hát... mindegy, mert végig csapjuk vele, ezt is még. Muszáj lesz. Ezt megállítom, amíg belemegy. Meg megnézzük őt. Ebben ez már lehet, hogy nem fér bele. De 92%, úgyhogy még fér. 96, 90, jó, nagyon jó, 100% is te bele, testvérem az úrban. Megvan a meló. Ez mehet arra. Ez mehet. Végig. Jaj, de jó lenne lefogná egybe ezt a csikot. Nem lesz olyan szerencsék. Mi is látszak? Ja, átváltott a Jamzra. Lehet, hogy megindítom, akkor én azt fogom csinálni, hogy beviszem akkor a Challengert. Gondolom, ki akarja szolgálni a többit gyorsan. Na, mehetsz is. Akkor én viszem, beviszem a Charlie-t. Ha ő Jamzozik. Oké. Ez az ideál, hogyha végez arra kell figyelni, akkor le kell rakni egy szint lejjebb. Szóval figyeljetek, mindjárt végzünk. Nézzünk egy térképet. Hát figyelj, azért itt azért volt munka, nem kevés, hallod. Itt azért volt munka. A DA az összeakadt. Na, nézzünk. Mi az?
elindíthatom, tesó? Elindítom, jó? Aztán akkor hadd menjen. Azt a betyár, hát rendesen bele vagyok keveredve. Az a baj, ezért meg végigért a soron, azt is kellene intézni, ugye az utolsót, az elsegítő, az befejezte a munkát. De itt rendbe akarom rakni ezt a kis szegletet, ha már egyszer itt vagyunk. Iszonyat durva ez a munka. Szekeszek így meg is 100%-ot. Hozza be izét, hozza be. Az a baj, ugye a gépeket kell rendezgetnem mindig, itt tökölős ez egy kicsit. Hozza be az átrakót a Challengerre, amit ott hagytam, de ugye ezt meg azt hiszem, hogy nem tudja csinálni, vagy csak nem adok neki jogot. De most azzal nem akartam tökölni. Oké. Okay. Mi a szar van így, gyerekek? Nem tudod kontrollálni, annyira durva egyébként az egész. Négy kombányt így pakolgatni ide-oda, hát megőrülsz. És a zöld az megint pont végzett. Zölddel. Azt is lerakjuk akkor. Az meg tele van, hallod? Megőrülsz. Oké. Meg volt tele? Ez van tele. Jó, figyelj, tudod mit csinálok? Ezzel lemegyek oda. Mert igazából minden tele van. Semmi értelme itt várogatnom. Jó. Kontrollálhatatlan az egész. De már lassan végzünk. Az a kettő végez ott. Ez meg itt küzd. Jó. Ezt leviszem jó közel oda. Aztán max onnan megindítjuk, vagy nem tudom. Mit lehozom eddig. Ebben van még hely? Aha, jó. Ez a kettő összeakad. Jédes Istenem! Ez is befejezte? Az is befejezi most, figyeld? Az A-segítő mindjárt írja. A-segítő befejezte a munkát. Na? Nem írja. Most ilyenkor mit csinál? Így neki átolatni, hogy ő valamit akar? Ő kigondolta, hogy ez valami jó lesz neki. Aztán mégse lesz jó. Megnézzük az A-t, hogy mit küzd. Az a baj, így full leköti a gondolataidat, hogy úristen, most hogy tudod megoldani ezt az egész őrületet. Aztán emiatt eléggé olyan őrület kategória az egész, tényleg. Nem tudok beszélni folyamatosan, mert megállás nélkül történnek itt az események, itt az állat. De tényleg. Én konkrétan ilyen... Megállás nélkül pakolgatod a gépeket, szenvedsz, mint az istennyila. Jó, de ezek most már végezni fognak, szerintem. Na. Menjél meg? Mehetsz többiek után. Isten áldjon. Azt akarom. A kombányt szeretném. Oké. Okay. Volt még olyan hely, amelyik nem volt learadva, már ilyen elcseszett lett. Itt ezt a részt learatom. Oké, okay, srácok. Mondhatni meg vagyunk. Mondhatni végeztük. Négy kombájnnal, iszonyat nagy terület. Ketten hordva úgy, ahogy sikerült.
kackalcok. És ahhoz képest nem is sok maradt el, most egy-két ilyen kisebb csík. Itt a sarkokat mindjárt leszedem, aztán az meg lesz. És tökéletes, tökéletes. Megcsináltuk a legnagyobb földön. Kettő részbe, a vetéstől az aratásig, a beordásig, két rész alatt végeztük. És én megmondom őszintén, büszke vagyok magunkra. Zekével és Bálintal egyetembe, akik segítettek ugye ebben. Egyébként még mindig nyitva van a szerver, de lehetne csatlakozni, de úgy látom, hogy nem. Most már szerintem nem fog senki. Tényleg köszi mindenkinek, aki csatlakozott, meg aki ezután is fog. Tök szuper. Örülök neki. Hogy volt segítségem, az 1 milliárd euró kihívás, objektum akadályozza. Jó van most már ezt. Megcsinálom én, aztán megnézzük, hogy mi történt azon a túfelén. De én úgy érzem, hogy mondhatni végeztünk. Oké, okay, nézzük. Hű, opá! Húj! Mind a bogarak, beszél. Mind a bogarak. Mint a bogarak. Úgy, meg még van egy. Zöldike. Kicsike. Esetleg miért nem száll bele? Az érdekes volt, nem száll bele. Ezt így meg tudom még ide befordítani? Vajon? Hát, hogyha ügyes lennék, akkor igen, csak nem vagyok ügyes, ugye? Na, csak azért be tudom ide fordítani. Nos, krácok, ez így tökéletes. Itt van még egy kombány, azt behozom. És meg is vagyunk. Nézzük meg az ólak, hogy milyen állapotban vannak. Ugye, ez fullon van, ez tök jó, tök jó, tök jó, tök jó, tök jó, tök jó. Ez nullás, nullás, nullás. Nullás, nullás. Hát van egy 6, 7. Fú, jó sok. Jó sok van nullásunk. A nullásokba kéne rakni. Ja, mindegy szerintem. Baloldalt 6-ban is talán. Ah, mindegy egyébként, hogy van-e, mert tényleg akkor azt csináljuk, hogy úgyis ki fogom szedni a pénzt. Kitoljatjuk a tyúkokat költözés előtt mindenképpen. Hát itt meg azért ide van. Itt egy kicsit beeresettek a dolgok. Ebben még van egy pici testvér. Ha nem is sok. Meggyűjtem. Yeah. Na csak sikerült. Csak sikerült. Beviszi a kombány? Akkor beviszem én ezt, aztán öntök a... Easy, mondja easy. Ezt öntözök bele azokba, amelyekben nincs. Hát azért, ja, elég húzós volt. Itt két rész egymás után. Ezen a földön. Azért tényleg, azért lehet melózni. Mi van, tesó? Ilyen piszricsa. Visszamegy a kombányokat, vagy még egy vetésforgó lemegy majd. Az ólak felel lette le. Hát... Nem tudom. Van egy ötletem a videóban. Meg látod. Hogy mi? A izé, a... Hagyhatod a...
Hagyhatod a föld végébe itt. A izé, ja, mert ugye most, hogyha nézed a videót már, Zeká, ugye a izére gondolok. A költözésre. Költözés. Szerintem ez a költözés egy jó ötlet. Erről lehet, hogy csinálni is fogok egy videót. A sap. Aztán akkor meg is fogjátok látni. Azt szerintem egy kicsit így feldobná a sorozatot. Nekem is szükségem van egy kis ilyen, hogy mondjam, ilyen levegőváltozásra. Ugyan könyökünkön jön ki már ez az alsó új lak, alsó szeg környék, és akkor lenne egy, lenne egy ilyen, figyeljetek, egy ilyen 100 részenként egy ilyen költözés, nem? És akkor ugyanonnan, hát nem is 100 részenként. Szerintem egyébként most már sokkal gyorsabban menne, úgyhogy nem biztos, hogy érdemes így 100 részenként. Várja már, ez óval, igen, óval jön ki. Fele lett tele. Tök mindegy, mindegy is, nem baj, hogyha nincs tele egyébként. Ja, ezek azért van, oda nézzék. Ha 25 ezer ment bele darabjába, azért egy 10 máfa tele van, az azért egy volt anyag bőven, nem, srácok? 250 ezer, ugye olyan... Hát szerintem volt ezen legalább 300-400 ezer liternyi búza, ami, figyelj, belegondoltak, egy ilyen félmilliót kerestél volna vele. A tyúkokkal, a tojással sokkal többet fogsz. Hát ez meg ugye nem nagyon akar fordulni. Hát tudod, nem, egyszerűen... Jó, hát ez keresztbe csapta most a pótkocsit. Úgyhogy így tudtunk elfordulni. Hát ez nem nagyon szeret fordulni. Hát ez egyszerűen nem, hogy nem szeret fordulni, nem fordul el. Hát fordulj már el, vagy valami legyen veled. Komolyan mondom. Na nézzük. Jó, akkor engedek ide, aztán kész. Ugye hát, na no, 25 ezer nagyon sok belefér. De végeredmény ugyanaz, mert érted, lepörgeted az időt, most akkor nem egy jó, nem, ha egy jólba rakod, akkor is csak annyiszor több időbe telik, de viszont ha lepörgeted az időt, akkor ugye ki tudod szedni belőle ugyanazt a tojás mennyiséget, tök mindegy, hogy 100 jólba rakod bele ugyanazt a mennyiségű búzát, vagy egy jólba ugyanazt a mennyiségű búzát, mert a végeredmény tojás mennyiségben ugyanaz lesz. Csak ugye kevesebb ideig tartana a pörgetés. De jól néz ki, nagyon jó ez a csirketelep, és baza is, belegondoltok, tényleg a izéből kezdtük, hogy lapáttal mertük a ganyét, érted? Nekem az ilyen lenyűgöző kategória, szerintem. Jó, hát akkor még ezt is behozom, a Rubikont, aztán meg is oldánk. Csinálok róla egy ilyen videót mindenképp, hogy a költözés, az hogy lenne. Valószínű, hogy a... Igen. Sőt, már meg is kaptátok, igen. Akkor, amikor veszem fel, akkor már biztos, hogy ez erről meg is van ejtve szó. Tök jó, ez jó volt. Ez egy élvezetes két rész volt. Egy élvezetes folyamat. Szerintem az is, hogy multiplayer is vele csatlakozott a sorozatba, szerintem az is egy kis színt vitt az egészbe. Meg az meg ráadásul, hogy tényleg, hogyha elköltöznénk, főleg egy ilyen nagyon, vagy egy mediterrán, vagy egy sivatagos, vagy egy ilyen Mexikó, vagy egy valami hasonló, azt szerintem itt tök adná. Ugyanezeket a gépeket elvisszük, amint hogyha áthajóztatnánk, esetleg még pénzt is lehet levonni érte a költözés díjért, hogyha úgy gondoljátok, hogyha úgy csináljuk meg. Úgyhogy jó lesz. Na! Szuper! Köszönöm szépen a segítséget. Én köszönöm a lehetőséget. Én köszönöm. Szia. Na, köszi Zekének. Köszi Bálintnak is, aki itt volt még, ugye? A viszontlátásra! Csókoló! És mindenkinek. Na, egy mentést azért nyomok, és el is búcsúzok tőletek, mert elég hosszú lett ez a videó is. Köszi szépen, hogy itt voltatok velem ti is, és jók legyetek, sziasztok!